kerülésének érdekében. Titkos tárgyalások a franciákkal, lengyelekkel, bajorokkal, britekkel. Mi mindent adtunk volna a magyar lakta területekért. Tartsanak velünk! 100 éve történt. Új világrend születik. Kiterjesztett választójog és előtérbe kerülő szociális kérdés. Fontos változások Trianon árnyékában. Az ekkor működő kormányoknak tulajdonképpen az elsőleges prioritása természetesen a békeszerződés, a béke megkötése volt, de ezután rögtön már a földkérdés és egyéb szociális kérdések rendezése állt. Tulajdonképpen kezelni kell az első világháború okozta csődtömeget. Epizodisták főszerepe Simonyi Semadan Sándor alakíthat kormányt 1920-ban. Mind Huszárkáról, de főleg Simonyi Semadan esetében azt mondhatjuk el, hogy mind a ketten tulajdonképpen azért a második vonalból érkeztek a politika első vonalába. Tudták azt, hogy ennek a békének az aláírása szükségszerűen az ő politikai karrierjüknek a végét, vagy legalábbis erős megtörését fogja eredményezni. Titkos találkozók, rejtélyes paktumok, határfeszegetés a trianoni diktátum aláírása előtt. Megérkezik Budapestre a békeszerződés végleges verziója, mellékletként a Millerand féle kísérő levél, amely megcsillantja azt a lehetőséget a magyar politikusok előtt, hogy amikor határmegállapító bizottságok bejárják az országrészeket, hogy pontosan meghúzzák a határokat, most ott lehet kedvezményt tenni a magyarok javára. 100 éve történt. Talán mindennek az origójában a béketárgyalások álltak 100 évvel ezelőtt. Nyilván azon kívül más égető feladat is volt. Gondolok itt például arra, hogy az alkotmányosságot is helyre kellett állítani, erről már volt amúgy egy adásunk. De talán mindennek az alapja az az országgyűlés. De hol és kik választhattak igazából, és miért tartjuk mérföldkőnek ezt a választást? 1920-ban tényleg egy új korszak kezdődik a magyar történelemben. Ligeti Dávid történész, Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár. Hiszen egy jelentősen kibővített választó alapján kerül sor a választásokra. A dualizmus időszakában a társadalomnak egy viszonylag szűk rétege volt választó, illetve választható. Addig itt tényleg azt volt elmondani, hogy a demokratizálási folyamat megy végbe, aminek eredményeképpen lényegében a megfelelő életkori határok után, tehát ez a férfiaknál 21 év volt, a nőknél 24 év volt, majdnem teljes általános választójog érvényes út az országban. De mindenképpen nagyon jelentős bővítésről lehet beszélni, és ezen a választáson, amint ugye tudjuk, hogy a tisztántúli rész nem vehetett rajta rész, hiszen a program megszállás alatt állt, két olyan párt válik abszolút domináns politikai formációvá, amelyek nem voltak túl jelentősek az dualizmus időszakában, ugye a Kisgazdák pártja, illetve a Keresztény Nemzetgyűlés Egyesülés pártja. Másképpen megfogalmazza a keresztény szociálisoknak a mozgalma, és ők ketten közel 90%-os eredményt érnek el. Új szeret akartak hozni a magyar politikában, és azt mondhatjuk tulajdonképpen, hogy az 1920-as választás ezt valahol igazolta is. Újdonság volt, de meglepetés is volt, vagy számítottak erre az eredményre? Nem mentett azt előre megmondani, hogy milyen hatása lesz 1918-19-nek választóknak a döntésére. Az bizonyos, hogy főleg a tanácsköztársaság miatt, főleg a vidéki Magyarország lakossága milyen kiábrándult a baloldali, főleg a szélső baloldali politikai eljárásokból. Valójában nem sikerült megoldani a földkérdésem, és ezek a kérdések, ezek a problémák veszítették a magyar társadalmat, és az ekkor hatalomra kerülő pártok, illetve az ekkor működő kormányoknak tulajdonképpen az elsőleges prioritása természetesen a békeszerződés, a béke megkötése volt, de ezután rögtön már a földkérdés és egyéb szociális kérdések rendezése állt. Tulajdonképpen kezelni kell az első világháború okozta csődtömeget. Ez volt az első olyan választás, ahol a magyarság nagy arányban képviseltette magát, de százalékot tud esetleg mondani, hogy a tízes években mennyien választhattak Magyarországon, jó rendben, akkor még a dualista rendszerről beszélhetünk, de akkor is érdekes lehet a szám, és hogy itt 1920. január végén, 25-én, 26-án mennyien járulhattak az urna elé. Dualista időszak tavazásra jogosult polgárainak száma, amit a magyar királyság területén kb. 5-6% köré tehetjük, és ez 1920-ban fölmegy a társadalom kb. 75-80%-ára. Tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy a magyar demokráciának egyik mérföldköve lesz az 1920-as választás. Március 1-én Horthy Miklóst kormányzóvá választják, március 15-e az időpont, hogyha jól emlékszem rá, amikor megalakul a Simonyi Semadan kormány. Miért kellett ennyi időt várni? A január végi választások után eltelt majdnem másfél hónap, hogy megalakuljon a kormány. Az volt a fő szám,
szempont, hogy mindenképpen legyen egy tárgyalásról alkalmas delegáció Párizsban, és ennek a folyamatnak a biztosítása úgy tűnt a legjobbnak, hogyha az ekkor hatalmon lévő huszár kormány minél tovább hivatalában marad. Másik pedig az, hogy szeretnék volna lefektetni a később az 1920. évi első törvénycikkben. Tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy egy új alkotmányos rendet, és ezen belül is az új kormányzó intézményének a megerősítését, megalapítását, amint ugye Horthy Miklóst a testállam. Tehát tulajdonképpen ez a két tényező volt az, ami lassította az új kormány megalakulására, de ki kell emelnünk azt egyébként, hogy a Huszár és a Simonyi sem adám, sőt utána az első teleki kormány összetételében nagyon jelentős azonosságok tapasztalhatók. Tehát körülbelül, ha megnézzük a kormánytagok neveit, akkor azt látjuk, hogy közel kétharmaduk, illetve a Simonyi sem adám és teleki kormány esetében még magasabb arányban ugyanazon miniszterek tölti be a funkciókat. Ez mindenféleképpen párhuzam lehet a két kormány között, hogy bizonyos feladatokat vállaltak, és hogyha ezt a feladatot elérik, ezt a célt teljesítik, akkor lemondanak. Itt volt például a Huszár kormány, nyilván itt választások voltak, tehát választások előzték meg a Semadán kormány megalakulását, de hát a Simonyi Semadán kormánynál meg ott volt a béketárgyalások végére a pont, tehát az aláírás. Ez volt egy olyan feladat, amit ők bevállaltak. Mind a két kormány egy kamikáze kormány volt, tehát mindenki tudta azt, hogy az első világháború zárul békét, aki aláírja, az politikailag egy olyan tehertételre fog szembenézni, amely voltaképpen lehetetlenül teszi későbbi jelentős politikai pályafutását, hiszen ezzel a békével, aminek akkor a feltételei már körülvonalazódnak, látszanak, hogy mekkora mértékű katasztrófa fogja élni az országot. Ez tulajdonképpen teljes társadalmi egységben a magyar társadalom elutasította. Ugye a kényszer hatása át mindenképpen alá kellett írni a békét, és meg kell teremteni ennek a feltételeit, de mégis, mivel a társadalom minden rétege ellenezte a békeszerződésnek ezen drasztikusságát és szigorú volt. Tehát ezért volt az tulajdonképpen, hogy a későbbi évek meghatározói politikusai tudatosan háttérben maradnak az 1920 elején, mind Huszár Károly, de főleg Simonyi Semádám esetében azt mondhatjuk el, hogy mind a ketten tulajdonképpen azért a második vonalból érkeztek a politika első vonalába, mivel nem egy aktív politikai karriert áldoznak be tulajdonképpen. Valahol vállalták ezt a szerepet, ezt a folyamatot végig szenvedik. Tudták azt, hogy ennek a békének az aláírása szükségszerűen az ő politikai karrierjüknek a végét, vagy legalábbis erős megtörését fogja eredményezni. Az ő nevük örökké össze fog forni ezzel a trianoni aláírással. Tisztában voltak azzal már március 15-én, amikor megalakult a kormány, hogy mire vállalkoznak. Önként vett áldozatnak tekintették. Nyugodtan ezt mondhatjuk, tehát igazából Simonyi Semádám esetében is a programadó beszédében, ami március 17-én hangzik el, ez a szempont megjelenik. De kétség kívül azt is lehet mondani, hogy önmagában nem ott determinálta azt, hogy ez a kormány, tehát a Simonyi Semádám kormány mindössze kb. 3 hónapig lesz hivatalban, hanem ki lehet olvasni azt a vállalkozást is, hogy esetleg ez egy hosszabb időszakra fog szólni, de látnunk kell, hogy tulajdonképpen a kormány egész működése folyamán súlyos belpolitikai nehézségekkel is szembe kellett, hogy nézzen. De azt kell látnunk, hogy az országban például nagyon sok fegyver van kint a lakosságban az első világháború következtében. Ugye számolnunk kell a különítményeknek a vonatkozásában, ami ekkor kezdenek el tulajdonképpen felszámolni, illetve betagolni a nemzeti hadseregben. De hát ez nem volt teljesen egyértelmű, hogy sikerül-e stabilizálni ezt a kialakuló politikai berendezkedést, és fenyegetéseket is kap a kormány a szélsőjobboldali különítményesek részéről. Nem fogadják-e teljesen az intézkedéseit, és ugye elsődlegesen a külpolitikában volt nagyon markáns eltérés, míg a magyar politikai élőten belül is. Ugye a Huszár, Simonyi Semádám féle politikai irányzat elfogadták az aláírás szükségességét. Tehát elfogadták azt, hogy mindenképpen meg kell kötni a békét, de a magyar társadalom jelentős részében megvolt az a hangulat, egyfajta kurutoskodó, lázadó szellem, ami azt mondta, hogy nem szabad aláírni ezt a békét, revidiálni kell, és más tapon kell járni. És amikor értékeljük a Simonyi Semádám kormány teljesítményét, akkor ezt a tényezet is számba kell venni, hogy bizony itt a központi államhatalomnak a központi mindent irányító jellege sok esetben megkérdőjelezhető volt, és ez is egy súlyos belpolitikai nehézséget, problémahalmazt jelentett. A Simonyi Semadan kormányról egy hét múlva is beszélgetünk majd. Most azonban a közvélemény számára kevésbé ismert külpolitikai puhatolózásokról lesz szó. Január 16-án Aponyi Albert elmondta a védőbeszédet, hogy ez eléggé süket fülekre talált. Bizonyára voltak azért próbálkozások az Antant irányába, mint Franciaország felé, mint Anglia irányába, hogy ezeken a szigorú határvonalakon egy kicsit változtassanak, enyhítsenek. Valóban voltak erre példák. Anka László történész, Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár. Amikor Aponyi Albert 1920. január
január 16-án megtartja a védőbeszédet, és ugye Clemenceau francia miniszterelnök itt a házigazda. Tudni kell, hogy a Clemenceau az előző napi franciaországi nemzetgyűlési választásokon vereséget szenved. Tehát ő már csak ügyvezető miniszterelnökként van jelen, és hamarosan Mitterrand lesz majd az új francia miniszterelnök, és a Poincaré Franciaország köztársasági elnökét is leváltják. Nagyon fontos dolog, hogy a köztársasági elnök, a miniszterelnök és a ügyminiszter személye változik Franciaországban. Az előbb nevezett személyek, Poincaré, Clemenceau és a külügyminisztere, ők nagyon kemény magyar ellenes álláspontot képviseltek, hogy az ő közép-európa politikai elképzelésük francia viszonylatban az lengyel, csehszlovák, román és a szerb, horvát, szlovén királyságra való támaszkodáson alapult volna, akikkel érdemes gazdasági kapcsolatokat kiépíteni a francia tőkének. És ebben Magyarország nagyon nem volt benne. Ebben Magyarország egyáltalán nem szerepelt, de itt ugye új főszereplő jelenik meg a színen, új francia miniszterelnök Mitterrand. Ő közép-európa politikájuk nem sokba tér el a Clemenceau-jéktól, de hajlandó Magyarországgal és a másik vesztesebb Ausztriával is gazdasági kapcsolatokat kiépíteni, tehát francia tőkét felénk is irányítani, és ez egy nagyon fontos szempont, és a magyar külügyi vezetés ráéreznek erre a francia változásra. Egy bizonyos Halmos Károly ügyvéd, aki a világháború előtt franciák számára kötött üzleteket a Balkánon, Semsey Andor gróf, illetve Ullmann Adolf Báró, ő a Hitelbank vezére volt, ők kopogtatnak régi francia ismerőseiknél, hogy hozzák őket össze a francia pénzügyi elit és politika elit tagjaival, francia-magyar gazdasági kapcsolatok felvétele célján. Természetesen azért, hogy a francia tőkét beengedjük az országba, Magyarország politikai viszonzást is remélt, vagyis a megállapított határvonalak lazítását, enyhítését. A Halmos, a Semsey, az Ullmann jó üzletemberként, tehetséges tárgyalóként érnek is el vészeredményeket, tehát csábítóvá teszik a francia tőke számára a magyar piacot. Az is egy furcsa helyzet, hogy úgy tárgyalnak, hogy igazából még a béke az nem köttetett meg. Eddig erre még nem volt példa, hogy Magyarországot tárgyaló partnerként fogadják, vagy hogy szóba álljanak velük. Ez így van. Egyrészt van egy elszigetelt ország, Magyarország, az Antant által, a leendő utódállamok által körülvéve katonailag izolálva, gazdaságilag, élelmiszerbeszerzés, szénbeszerzés, tűzifa beszerzés szempontjából teljesen elszigetelt állapotba is kiszolgáltatva, de közben azért elindulnak a gazdasági tapogatózás, nem állam és állam közötti szerződésekről lenne szó, hanem vállalatok közötti szerződésekről. Már csak az a kérdés, hogy a franciáknak mit tudnának kínálni? Hát például 90 esztendőre a magyar államvasutat, például a Diósgyőri vasúti gyárral együtt. Opciót a csepeli szabadkikötő megépítésére, a Duna szabályozására. Ezek ugye a francia tőke számára nagy beruházásokat jelent, hatalmas haszonnal. A franciának egyébként ez kevés volt, tehát ők például a Magyar Hitelbankot is meg akarták szerezni, ott is többség tulajdonra akartak feltenni, ami azért lett volna fontos, mert ez a Magyar Hitelbank, ez 230 cégnek a pénzügyi felügyeletét látta el az 1910-20-as években, és a Horthy rá is bólintott, hogy jó, akkor a Hitelbank is mehet. Nyilván ezért a magyar fél is várt valamit cserébe. 1920 márciusában, áprilisában járunk, Bethlen István adta át a memorandumot. Adják vissza Pozsonyt, a Csalóközt, Kelet-Szlovákiát, a teljes Kárpátalját, Bácska és Bánát egy részét. Tarthassunk népszavazást Burgenland hovatartozásáról. Az erdélyi magyarok kapjanak területi autonómiát. Hát ezen meglepődnek azért a franciák. Halmos Károly mentse, ami menthető, és saját takárlára, annak, hogy egyeztetne a magyar kormánnyal, vegyünk egy sokkal szerényebb memorandumot, hogy akkor itt is igényelnénk a franciáktól a gazdasági érdekeltségért cserébe. Ő már csak azt mondja, hogy a határok mentén a zárt tömbben élő magyarok által lakott területeket kapjuk vissza, és nem Nyugat-Magyarország hovatartozásáról legyen népszavazás, hanem a Kárpátalja hovatartozásáról. Ahogy Anka László mondja, Halmost még a francia miniszterelnök is fogadta, Mitterrand azonban nem tett ígéretet a területi igényekben. Homályosan úgy fogalmaz, hogy egy békés revíziót Franciaország tud támogatni, az ő elképzelésük szerint úgy, hogy mi magyarok és a szomszédaink a határok kérdéséről megegyezünk egymás között. De konkrétumokat nem mond és nem vállal kötelezettséget. Franciaország azt vállalta volna, hogy nem szól bele a dolgokba, hogyha sikerül Csehszlovákiával, Romániával, Ausztriával megegyezni, akkor részéről rendben van, viszont egy csomó mindent kap ezért cserébe. Így van, május folyamán megérkezik Budapestre a békeszerződés végleges verziója. Hozzá mellékletként a Mitterrand féle is
kísérő levél, amely szintén megcsillantja azt a lehetőséget a magyar politikusok előtt, hogy majd amikor határmegállapító bizottságok bejárják az ország részeket, hogy pontosan meghúzzák a határokat, most ott lehet kedvezményt tenni a magyarok javára. Ez egy más kérdés viszont, hogy ma júliusban a nagykövetek tanácsa, és ugye a konferencia egyik döntés, hogy fórma, arról hoznak titkos döntést a nagykövetek, hogy ezt a Milleram-féle levelet a határjelölő bizottságok ne vegyék figyelembe. Tehát ott majd elúszik a lehetősége annak, amit a franciák próbálnak megcsillantani előttünk, egy békés revízióra kerülhessen sor. Mindezek következtében 1920 őszén ellaposodnak a francia-magyar gazdasági tárgyalások, és végül is eredménytelenül zárulnak. Többször is említette azt, hogy titkos tárgyalások, de ki az, aki tudhatott róla? Például a békeküldöttség tagjai, résztvevői tudták, hogy közben Hortiék próbálkoznak a franciáknál? Tudnak ezekről a tapogatózásokról, annál is inkább, mert a Halmos-féle tapogatózó megbeszélések éppen januárban vették kezdetüket. Tavasz folyamán franciák tárgyalnak Aponyival is, a Fouché francia főmegbízott is felkeresi a magyar gazdasági vezetőket, politikusokat. Az viszont nagyon fontos, a magyar közhangulat francia ellenes volt. Nem is lehetett más, mint titkos tárgyalás, de nagyon fontos dolog, hogy Beneš, csehszlovák külügyminiszter is információhoz jutott, mert mindenféle dokumentumok bizony megvásárolható voltak, úgymond a fekete piacon, és nyilvánosságra hozta, meglobogtatta őket, keményen kikelt a párizsi békekonferencián ezek ellen. Voltak másfajta tapogatózások, és nyilván a franciákat megkeresték, de azért volt itt mondjuk ebben az időben lengyel-orosz háború is. Ebbe próbáltak-e beleszólni, vagy igazából annyira el voltunk foglalva a saját dolgunkkal, hogy ilyen irányban nem nagyon kacsingatott Magyarország ebben az időben? Magyarország minden lehetséges fálat megragadott annak érdekébe, hogy a szigorú békefeltételeken enyhíteni próbáljon. Ha úgy érezte a magyar külügyi vezetés, hogy valamilyen külpolitikai dimenzió lehetőség megnyílik előtte, rögtön megragadta. Ilyen volt az, hogy 1920-ban Lengyelország és a szovjetizálódó Oroszország között háború robbant ki. Ugye a cári Oroszország, a német császárság, osztrák-magyar monarchia összeomlásával újjászületett Lengyelország, de nem volt egyértelmű, hogy ennek a Lengyelországnak hol húzódjon majd meg a keleti határa. Keletebbre gondolták, a lengyelek nyugatabbra gondolták Leninék, és 1920-ban egy lengyel-ukrán szövetségű szovjet-oroszország ellenes háborúba torkolt. Mi ennek a lényege magyar szempontból? Az, hogy amikor ez a háború kirobban, akkor Franciaország, ami ugye Lengyelország szövetségese, szólcsán Szlovákiának, hogy avatkozzon be Lengyelország oldalán. Csehszlovákia azt mondja, hogy nem avatkozott be semmibe, és semleges maradok. Franciaország szól Romániának is, hogy avatkozzon be, tehermentesítse a lengyeleket egy román-orosz front megnyitásával, avatkozzon be a lengyel-orosz háborúba. Románia sem hajlandó beavatkozni ebbe a háborúba. Franciaország ugye a új szövetségese járta hoppon maradt, hogy hogy segítsen Lengyelországon. És akkor jelentkezik a magyar külügyminiszter Teleki Pál, a Simonyi Semadán kormányban, hogy mi magyarok 7 hadosztályi haderővel szívesen felvonulnánk Lengyelország oldalán, és támadást intéznénk a vörös hadsereg ellen. De hát ugye nincsen közös lengyel-magyar határ, tehát átvonulunk csehszlovák területen. Ezt kellene valahogy megoldani, és hát nyilván itt egy ilyen területi revízió csillan meg, ugye még mindig a trianoni békediktátum aláírása előtt vagyunk. Tehát mi jelentkezünk erre a feladatra. Végül is a franciák ebbe azért annyira nem kérnek. A puhatolózásoknak, a háttérmegállapodásoknak azonban még korán sincs vége. Egy hét múlva megtudhatják, hogy az angolokkal, illetve a németekkel milyen megállapodások születnek, illetve nem születnek. 100 éve történt. Végvári versek. Reményik Sándor álnéven publikált versei. Íme bizonyság, mint mély dongás a végtelenben, a város úgy elhalkul itt, kitárja csendtől ihletetten a temető, a titkait. Itt áll a temető tanúnak, fejfáin magyar még a szó, kicsiny keresztek összesúgnak, nesz támad, könnyű, elhaló. Súlyos sírkövek megremegnek, kripták ajtaja megfeszül, a városból csak ez maradt meg, a sírkert. Érintetlenül. Ám ez bizonyság, s mint hiába cserélte búsváros nevet, kiállt a halál némasága, itt csak magyar temetkezett. Gomoran, csendben,
Ősi sírba a magyart hantoltak itt csak el, s a sírvers magyarul van írva. Itt élned, és meghalnod kell. Az ott lent festék, két krajcáros, igazság, szentség ez csupán. Halottaiban éle város, itt él egészen, igazán. S ha alkonyatkor vándor tévede helyre, ég a hegyoró. A temető az igaz élet virraszt a halott városon. 1920. július 6. 100 éve történt. Új világrend születik. A Kossuth Rádió történelmi magazinját hallották, köszöni figyelmüket a műsorvezető Társi István. Adásunkat meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére, az MTVA megbízásából a Consil Kft. Készítette 2020-ban. Viszont hallásra!